Sziasztok! Hello! Eljöttünk a Frank Rains OHV. Mi az a OHV? Off-Highway Vehicle. Igen, tehát ez megint egy ilyen offroados park. Úgyhogy most itt fogjuk megcsinálni a, hát legalábbis remélhetőleg a zöld útvonalakat, meg egy-kettő kéket. Ha a kékek nem durvák. Ha a kékek nem durvák, bár úgy, ahogy hallottam, meg hallottuk, meg én olvastam, nem túl sok, mert elég kevés ilyen zöld pálya van. Hogy mondjam, hogy nem fázunk. Mennyi? 95 Fahrenheit van, ami Celsiusban szerintem ilyen 35. Igen. Ja. Jön a por, mint az állat. Jön a por, süt ránk a nap, mint az atom. Úgyhogy valószínűleg vissza fogjuk tenni a tetejét. Tényleg jó poros. Két kocsinak. Azt a mindenit. Úgyhogy... Igen, a botonnak szerintem egyébként megégett a feje. Megégett. Én nekem nem, mert 25-ös faktoros kis arckrémem van. Most fel is rakjuk a tetejét a kocsit. Igen, ezt most megtesszük. Nem kérünk a forból, meg itt a napból. Ja, légkondizunk, gyerekek. Igen, a pályán. Jó. Na, visszaraktuk a tetőt, mert nem bírtuk ugye a hőséget, meg a meleget, ja, meg a port. Ja, ez így ezerszer jobb. Nem tudom kifejezni. Hogy mennyivel sokkal jó. Berakjuk a csipet elektromos üzemmódba, úgyhogy most elmegyünk keresni egy trails. Ja, itt általában egyébként úgynevezett ilyen tűzutak vannak, fire roads, és azokon lehet menni. Na, azok azért vannak, hogyha kigyullad az erdő, akkor a tűzoldók ezt használják, ezeket a utakat, hogy eloltják a tüzet. Ja. Idefele láttunk néhány kiégett ilyen erdőszerűséget, úgyhogy tényleg kellenek ezek az utak. Egy-két út itt elől látszik, hogy ilyen brutálisan meredek. No fire road szóval, na szerinted ez ugye? Hát igen, nincs, nem látok nagyon mást. Úgyhogy nem is semmilyen, gondolom. Ja. Elvileg meg el kéne menni a bárhol, csak karakom. Minden sebességből, Aha. Na, bekapcsoltunk megint minden off-road feature-t az autóba. Igen. Ja, itt egyébként a képernyőn tök jól mutatja a kis tengelyeket, meg a kerekeinket képen, és akkor ott mindenhova van ilyen kis magyarázat írva, hogy épp mi van lelokkolva, mi nincs lelokkolva. Az milyen? Az a youth track? Várjál, bot, mielőtt elmegyünk arra. Zöld. Honnan látod? Nézzetek egy. Na hát gyerekek, egy úton van, vagy egy fele legalábbis egy zöld pálya, meg a legbrutálabb pálya. Nagyon reméljük, hogy ez tényleg így van, és van zöld pálya, és nem ragadunk ott. Ja, hát eddig ez... A BMW is eljönne még. Ja.
Ja, egyébként képzeljétek el, ide felemenet, vagy jövet, majdnem elutottunk egy őszt, de olyan szinten, hogy egyáltalán egy őzet, hogy egyáltalán nem láttuk, nem is volt kiírva egyébként, hogy itt őzikék mehetnek keresztbe az úton, csak ilyen kis bárányoknak volt kiírva, mert ugye ilyen farmok mellett jöttünk, és akkor kivetélő, hogy bárányok mehetnek keresztbe az úton. És hát azért viszonylag egyenes úton jöttünk, mert hegyen voltunk, ott nagyon kacskaringos volt el az elején, de amikor lejjebb érkeztünk, vagy lejjebb értünk, akkor már egész egyenes úton jöttünk, és megyünk, semmiből, konkrétan a semmiből, szerintem egy ilyen tök meredek részen jött le az ősz. Ment át előttünk, ugye boton satúfékezett, mint állat. Szerintem egy, micsoda? Nem mondom, nem ütöttük el. Nem ütöttük el, hál' Istennek, de én megmerek rá esküdni, hogy fél méterem volt, tehát ilyen 50 centivel kaptuk el majdnem a segít. Úgyhogy nagyon nagy mák volt egyébként az is, hogy a jobb oldalunkon, tehát onnan az oldalról, bal oldalról ment át jobbra, hogy futott át, és a jobb oldalon egyébként kicsivel lejjebb, mert végig kerítés volt. Tehát tök mák, hogy egyáltalán nem volt ott. Nem tudom. Tök mák, hogy egyáltalán nem volt kerítés. Mert hogyha lett volna, akkor ugye nem tud bemenni, és valószínűleg elkapjuk a fenekét. 10. 10 fokos. 12. 14 is volt. 13 fokos. Aha. Ja, még jók vagyunk. Ja, szerintem ezek a pöttyök mutatják azt. Itt a képernyőn tök jól látszik, a kocsi oldalról van mutatva, egy ilyen kis mini modell, meg hátulról. És akkor megvan egy ilyen tengely adva, van egy ilyen kör körülötte, és a körön vannak pöttyök is. Ugye látszik, hogy a kocsi tengelye hogyan mozog, ugye oldalirányba is, meg előre-hátra. És van a pöttyöknek ugye egy maximális, tehát egy vége, és ugye a fölé már nem lehet menni, mert akkor felborul a kocsi. Semmi. 17, 18, 19, mennyi a max? 18 volt, legalábbis nálam, én annyit láttam. Mintem kéne, olyan azt nem látszik, hogy mennyi a max. Nem tudok kamerázni, amúgy nagyon nehéz, úgyhogy ezt szerintem elteszem. Jó.